Sziasztok! Ez itt az AISK Akadémia Java Junior videókurzusa, és itt akár egyedül is elsajátíthatod a Java programozási nyelvnek az alapjait. Ha nem csak hobbiból gondolsz a programozásra, hanem karriert is építenél rá, akkor ajánlom figyelmedbe hétvégig is 6 fős csoportjainkat, ahol teljesen kezdő szintről egy év alatt egy professzionális szintet érhetsz el, amivel már el tudsz helyezkedni programozóként. A mai részben még mindig a reguláris kifejezésekről fogunk beszélni, hogy milyen flageket lehet használni az illesztésnél. Mint mindig a témáknak az időbélyegzőit, azt megtalálod itt a videó alatti leírásban, amivel az adott témára ugorhatsz, de mielőtt ezt megtennéd, csak egy gyors emlékeztető, hogy ne felejts el a feliratkozói harangra kattintani, hogy értesülhess az új részekről, és ne maradj le a legújabb magyarázatokról. Kezdjük a mai részt is egy kis ismétléssel. Tehát a reguláris kifejezésekről beszéltünk az elmúlt részekben is. Ez arra használható, nem csak a Java-ban található ez meg, hanem más programozási nyelvekben is. Ez arra használható, hogyha van egy string típusú adatunk, tehát valami szöveges adatunk, akkor azt abban valamilyen mintázatot tudjunk keresni. Például egy szótöredéket, vagy lényegében, hogy valamilyen formátumnak megfelele ez a string. Jól jön ez dátum vagy időnek az ellenőrzésekkel, és amikor néztük igazából e-maileknek az ellenőrzésekor is, hogy annak is vannak olyan komponensei, amiket tartalmaznia kell. Beszéltünk korábbi részekben arról, hogy a Java Util regex package-ben van 2 osztály, a pattern és a matcher, amiket tudunk használni erre a célra, hogy reguláris kifejezéseket írjunk, és hogy illesszük ezeket a input stringjeinkre. És hogy ezeket nem konstruktorral lehet létrehozni, hanem vannak statikus faktori metódusaik, a compile meg a matcher. Megnéztük eleinte egyszerű példákat, hogy lehet egyszerűen csak stringet, egy string töredéket keresni egy másikban, és beszéltünk arról, hogy vannak bizonyos metakarakterek, amiket viszont tudunk használni arra, hogy egy bonyolultabb mintázatot is leírjunk. Beszéltünk arról, hogy a pont azaz egy akármilyen karaktert jelenti. Beszéltünk a szögletes zárójáról, ami az OR karakterosztály és a NOR karakterosztály, tehát a vagy meg a nem vagy. A vagy az azt jelenti, hogy minden, ami szögletes zárójelen belül van, azok közül az egyikre illeszkedik, tehát vagy ez, vagy ez, vagy ez. Tehát ha azt írom, hogy ABC a szögletes zárójelben, akkor az vagy A, vagy B, vagy C. 3 karakter közül valamelyikre fog illeszkedni. Hogyha egy kalapot, ezt a kalapszimbólumot rakom a nyitó szögletes zárójel után, akkor ez a nor, vagyis a nem vagy, ez azt jelenti, hogy ezek közül egyik sem. Tehát, hogyha ezt írom, hogy szögletes zárójel, kalappal az elején ABC, akkor bármi olyan karakterre illeszkedik, ami nem az A, nem a B és nem a C. Beszéltünk utána a tartományosztályokról, hogy meg lehet adni kötőjellel tartományokat, ugyanúgy szögletes zárójelen belül, például kis A kötőjel kis Z, az a kis A-tól kis Z-ig tartományt tartalmazza, de lehet igazából I-től X is, hogyha szeretnénk I kötőjel X, az is működne. Illetve számokkal is megadható, hogy 5-től 8-ig, mondjuk 5 kötőjel 8. Akkor később beszéltünk az unió osztályról, ami úgy néz ki, hogyha szögletes zárójelen belül, azon belül egy másik szögletes zárójelet használunk, akkor ez a 2 karakter halmaznak az uniója, vagyis a közös elemeit veszi. Hogyha 2 és jellel megelőzöm a beágyazott szögletes zárójeles kifejezést, akkor ez a metszetosztályt jelenti, tehát ennek és ennek a metszetét vesszük, vagyis ennek a 2 karakter halmaznak a közös elemeit. Beszéltünk arról is, hogy vannak előre definiált karakterosztályok. \\\ kis d-vel megadható a szám 10-es számrendszerben. A \\\ s-sel azzal a szóköz, vagy az ilyen white space karakterek, amik nem látszódnak amúgy egy nyomtatásban, illetve a \\\ w-vel pedig a szókarakterek, ami lényegében a kisbetűk, nagybetűk, számok és az alulvonás jel. Mindegyiknek van egy nagybetűs változata, ami pont az ellentetje az eredeti előre definiált karakterosztálynak. Akkor beszéltünk a mennyiségjelzőkről, a quantifierokról, hogy egy kifejezés után odaírhatunk egy kérdőjelet, és ez azt jelenti, hogy akkor abból a kifejezésből az előfordulása az 0 vagy 1-szer történhet meg. Ezt írhatjuk igazából kapcsolzárójelben így is. Ezzel azt adhatjuk meg, hogy hányszor ismétlődhet. A 0 az azt jelenti, hogy nem is szerepel az inputunkban, az 1 az azt jelenti, hogy pont 1-szer szerepel.
A csillag szimbólummal megadható, hogy nullaszor vagy többször szerepel az előtte lévő kifejezés, így is jelölhetjük kapcsolatzárójeles formában. A nulla itt is azt jelenti, hogy nem fordul elő egyszer se. Az, hogy több, az pedig azt jelenti, hogy egyszer fordul elő, vagy kétszer, vagy háromszor, vagy akárhányszor igazából. És van a plusz szimbólum, ami azt jelenti, hogy egy vagy több előfordulás lehet. Ezt jelölhetjük kapcsolatzárójellel így is. Egy egyvessző, és utána a második paramétert üresen hagyjuk, és kapcsolatzárójelben van. Ilyenkor az előtte lévő minta legalább egyszer elő kell, hogy forduljon az inputban, de akár többször is előfordulhat. És a kapcsolatzárójellel pedig pontosan tudjuk akár az ismétlődés számot megadni. Ugye a vessző előtti rész az a minimum előfordulások száma, a vessző utáni rész az pedig a maximum előfordulások száma. Tehát mondhatjuk azt is, hogy legalább kétszer, de maximum háromszor fordulhat elő valami. Később beszéltünk a rögzítési csoportokról is, hogyha kerekzárójelbe rakunk egy kifejezést, egy reguláris kifejezésen belül, akkor az egy rögzítési csoportba kerül, egy név nélküli rögzítési csoportba, amik egytől számozódnak. Tehát az első ilyenre az egyes sorszámmal tudok majd hivatkozni, így ahogy itt mutatom is, hogy \\\1. Ez azt jelenti, hogyha találunk egy olyan, tehát az inputunkba találunk egy olyan részt, ami a rögzítési csoport része illeszkedik, akkor az inputomban később ugyanazt a karaktereket újra tudom szerepeltetni. Ugye rögzítem igazából, hogy milyen értékek szerepeltek az első illesztésnél, és később ugyanúgy azokat a karaktereket illesztem. Ebből több is lehet, és akkor ugye sorba vannak számozva, egytől kezdődően felfele, egész számokkal. Beszéltünk utána a horgonyokról, boundary matcherökről, ahol a kalapszimbólum az az egész input stringnek az elejét jelenti, a dollárral tudjuk jelölni az input stringnek a végét, és beszéltünk nemrég a B-ről, ami a szóhatárt jelenti. Tehát a kis B az azt jelenti, hogy éppen váltás történik a szókarakter és a nem szókarakterek között. És igazából itt tartunk most, és a mai részben szeretnék beszélni nektek a flagekről. Meg lehet adni bizonyos flageket, igazából ezeknél többet is meg lehet adni. Egész jól le van dokumentálva, hogy melyik mit csinál, angolul, a javadokban, de most itt ezt az ötöt szeretném kiemelni így külön is, és egy-egy példát szeretnék mutatni ezekkel kapcsolatban nektek. Érdemes ezekről is tudni, hogyha találkoztok vele esetleg meglévő kódban, akkor jó, hogyha tudjátok ezeket értelmezni, illetve magatok is tudjátok ezt használni, ha éppen úgy adódik a helyzet. Jó, úgyhogy nézzük is meg, hogy akkor ez hogy működik. És a korábbi példát azt lehozom ide, flagek, és akkor először is a case insensitive patternről szeretnék mesélni, tehát hogy mi van akkor, hogyha azt a flaget adjuk meg neki, hogy case insensitive. Lesz ugyanúgy egy input stringünk, lesz ugyanúgy egy irreguláris kifejezésünk, és az első kérdés az igazából az, hogy nyilván ez hol adható meg ez a flag egyáltalán, és igazából két helyen is megadható. Az egyik az az, hogy amikor a compile, a pattern osztálynak a compile statikus faktori metódusát használjuk, eddig mindig azt a változatot használtuk, ami csak egyetlen egy string bemeneti paramétert vár, egy reguláris kifejezést, de most, hogy így Control Space-szel felhoztam itt a Content Assist-ot, látszódik, hogy ennek van egy overloadolt változata, egy olyan, ahol van egy második paraméter is, ami egy egész szám, amit úgy hívnak, hogy flags. Ugye a flag az szó szerint azt jelenti, hogy zászló. Ezek ilyen jelölők igazából, talán magyarul így lehetne lefordítani, ilyen jelölők, amivel át lehet adni különböző jelzéseket ennek a metódusnak, hogy így meg úgy változtassa meg a működését. És, de ugye látszik, hogy az int típusú, ez igazából egy egész szám, tehát ezek a flagek, ezek igazából egész számoknak feleltethetők meg, de hogy ne kelljen ezekre fejből emlékeznünk, hogy mi az 1-es, 2-es, 3-as, vagy a, mit tudom én, 127-es, ha van olyan, az nem lenne túl beszédes, hogyha itt azt írnám, hogy 7. Tehát ebből nem tudnám, vagy nagyon nehéz lenne megjegyezni. Ugye ilyen lexikai tudást kéne építenünk, hogy megjegyezzük, hogy a 7, az pontosan azt jelenti, hogy az a case insensitive flag, mondjuk. Tehát ez nagyon nehéz lenne. Úgyhogy éppen ezért a pattern osztályba
konstansokba kiemelték ezeket. Tehát itt, hogyha beírom azt, hogy pattern pont, akkor fel is dobja a pattern osztályban látható statikus tagokat. Ugye látszódik is itt, mert az Eclipse-be ezt a piros S betűt írja így mellé, S mint statikus. Tehát ezek a statikus tagok, amik ugye az osztályon keresztül érhetők el, és itt vannak ezek a csupa nagybetűsek, amik igazából, hogyha megnézzük, például az a case insensitive, control bal klikkel rákattintok, megnyitja igazából a forráskódját, ugye van ez a pattern class, amit megírtak anno nekünk, jó hosszú komment van itt az elején, de itt lesz valahol a kezdete. Tényleg nem aprózták el. Igen, itt van a kezdete, a 776. sornál kezdődik igazából, hogy public final class pattern, és ez ugye 1.4-es Java óta érhető el, az itt látszik a kommentből, és itt van a case insensitive mező, a 813-as sorban, igazából ez egy publikus statikus int mező, ami ugye a 0x02 értéket tartalmazza, a 0x az ugye azt jelenti, hogy hexadecimálisan van megadva, a 02 az pedig maga az érték. Most a 2 az a hexadecimálisan is, meg a 10-es számrendszerben is a 2-t jelenti. Tehát itt látszik, hogy igazából sorba számozták, hogy a Unix lines az az 1, case insensitive 2, comments 4, stb. Aki mondjuk 3-as nincs, tehát ez azért. Ez persze azért van, mert ugye, hogyha a 2-es számrendszerben nézzük, akkor ugye ez pontosan ugye flagek, tehát ezek vagy be vannak kapcsolva, vagy nem. Tehát ugye egy bináris szám az úgy néz ki, hogy alapvetően csupa nullából áll, az a nulla, és ez azt jelenti, hogy egyik flag sincsen bekapcsolva. És akkor ugye, hogyha azt szeretnénk, hogy ez a flag be legyen kapcsolva, akkor ugye az egyes helyi értéket, a kettes számrendszerben a legjobb oldalt álló számot, azt egyesre állítjuk. Ugye a kettes számrendszerben csak nullások meg egyesek vannak. És a case insensitive az igazából a következő helyi érték, ami ugye a kettesek helye a kettes számrendszerbe. Aztán a négyesek helye, nyolcasok helye, 16-osok helye, 32-esek, stb. Tehát egyszerre így többet is be tudunk kapcsolni, hogyha ezeket az értékeket, számokat igazából összevonjuk. És ugye vannak bitműveletek a Jávában, tehát ezeket a számokat bitenként össze tudjuk vonni. Ugye igazából össze kell őket vagyolnunk, tehát az egyfüggőleges vonallal összevagyolhatók, és akkor be tudjuk kapcsolni, mit tudom én, azt, hogy a Unix line-t szeretnénk, meg a comments-et, meg a multiline-t mondjuk. Jó, tehát ez így működik, de egyébként legtöbbször egyik flaget se szoktuk használni. Néha az egyiket használjuk, vagy a másikat. Egyébként itt van is egy kicsi példa pont erre, amit elmondtam, hogy azt szeretnénk, hogy case insensitive is legyen, meg multiline is legyen, akkor a vagy jellel ez egyik egész szám, meg ez a másik egész szám összevagyolható, és mivel ezeknek úgy van megválasztva az értéke, hogy összevagyoláskor igazából egymást nem oltják ki, hanem csak összeadódik igazából a bináris reprezentációba, hogy nézzen ki, ezért így több is bekapcsolható egyszerre. Na, de ez technikai részlet igazából, de a lényeg, hogy itt meg lehet adni a compile statikus metódusnak a pattern osztályon belül második paramétert, ami egy egész szám, és így például most bekapcsoltuk azt a flaget, hogy case insensitive, ugye mit is jelent ez? Ugye a case insensitive az azt jelenti, hogy a kis és nagy betűre érzéketlen. Próbáljuk is ki, hogy ez mennyire igaz. Tehát az inputom az mondjuk Zoli elment sétálni, és a reguláris kifejezéssel mondjuk először nézzük meg, hogy ez nincsen bekapcsolva. Jó, tehát ezt lemásolom, kikommentezem, és akkor ami érvényes lesz, az, hogy ez nincsen bekapcsolva, és én azt fogom mondani, hogy sőt, úgy írom, hogy csupa kisbetűvel írom. Zoli elment gyalogolni. Jó, csupa kisbetűvel ezt írom, és a reguláris kifejezésben pedig azt mondom, hogy nagybetűkből áll, egy vagy több nagybetűből áll a bemeneti stringem. És akkor ugye megkeressük benne, és megszámoljuk, hogy hányszor illeszkedik rá ez, hogy nagybetűkből áll. És mivel nincs benne egyetlen egy nagybetű sem, ezért, mert ugye csupa kisbetűvel írtam az inputot, ezért nulla ilyen találatunk lesz.
hogyha most megadom a flaget, hogy case insensitive, tehát hogy a kis és nagy betűket azt ne figyelje, akkor azt írja, hogy 3. Tehát 3-szor talál benne olyan részt, ami ugye nagy betűkből áll. Ugye mivel most a kis és nagybetű az ugyanannak veszi, ezért lényegében olyan, mintha azt írtam volna, hogy nagy A-tól nagy Z-ig, kis A-tól kis Z-ig, tehát mintha az összes betűt nézném, és ugye maga a szó köz az viszont nem betű, úgyhogy igazából talál itt egy illesztést ennél a szónál, talál itt egyet, ez a második, és talál itt egyet, ez pedig a harmadik. Ezért írja ki azt, hogy a találatok száma 3. Jó, tehát ezzel a case insensitive flaggel, ezzel a kis és nagybetűk közötti különbségtételt tudom megszüntetni. Ha ez nincs megadva, akkor a kis és nagybetűk azokat különböző karaktereknek veszi, mint általában a Java, ugye itt a reguláris kifejezésen belül is. Ha viszont ezt megadom, akkor a kis és nagybetűk között nem tesz különbséget. Tehát ez így megadható. Jó. Igazából erről szerintem ennyit érdemes tudni. Tehát ezzel lesz szabályozható. A másik érdekesség, hogyha nem itt akarjuk megadni, nem csak itt adható meg, tehát visszakommentezem ezt az eredetit, ami a compile-nak az egy paraméteres változata, megadható ez úgy is, hogy a reguláris kifejezés elején kérdőjel i-t írok kerekzárójelbe. Tehát magában a reguláris kifejezésnek az elején is megadhatom. I mint case insensitive, tehát hogy kis és nagybetűre érzéketlen. És hogyha így lefuttatom, akkor ugyanúgy azt írja ki, hogy 3 a találatok száma. Hogyha ez nincs itt, akkor alapvetően case sensitive, akkor 0 a találatok száma. Jó, tehát ezt ide is írtam a kommentbe, hogy vagy ezzel a flaggel állítható be, hogy compile-nak második paraméterként átadjuk, hogy pattern.caseInsensitive, vagy magában a reguláris kifejezésben, hogyha az elejére beleírjuk azt, hogy kerekzárójelben kérdőjel i, azzal is be tudjuk kapcsolni ezt a funkcionalitást. Jó. Szuper. Nézzük akkor a következő esetet. Comments. Van egy ilyen flagünk is, hogy comments. Így tudjuk ezt is bekapcsolni, hogy a compile-nak második paraméterként ezt átadjuk. Ugye a comments az azt jelenti, hogy comment, tehát hogy megjegyzés. És hogyha ezt bekapcsoljuk, akkor ez lehetővé teszi számunkra azt, hogy ha van egy összetettebb reguláris kifejezésünk, ahol mondjuk bizonyos részek magyarázatra szorulnak, akkor tudunk ilyen kommenteket fűzni igazából a magába a reguláris kifejezésbe. Tehát kommentet azt a hashmarkkal tudom megadni, de én most itt nem tudok hashmarkot írni, mert szerintem nincs jól beállítva az Eclipse-ben a gyors billentyűk, de ezt gyorsan orvosolom. Tehát a hashmark az elvileg az X-en lenne, úgyhogy megnézem, hogy mi van a Ctrl-Alt-X-hez rendelve. Ctrl-Alt-X, ez lenne, az rangradle test, ezt leszedem róla, apply and close. Igen, ez volt az, szuper. Oké, tehát tudok ilyet írni, hogy, de nem az input stringbe, hanem a reguláris kifejezésbe, hogy hashmark, és csak betűket fogadunk el. Jó, tehát ide magában a reguláris kifejezésen belülre írhatok valami szöveget. És a hashmark az jelenti azt, hogy az, ami azután van, az kommentnek számít, és illetve ilyenkor nem figyeli a szó köz se szerintem a végén. Jó, tehát mi fog most történni? Ugye azt írom, hogy nagybetűk közül egy vagy több szerepel benne, mondjuk itt, és utána ez pedig csak egy komment. Tehát, hogyha ezt lefuttatom, akkor azt írja, hogy találatok száma 1, ugye megtalálta a nagy Z betűt. Viszont, hogyha nem adom meg ezt, hogy comments, akkor azt írja, hogy 0, ugyanis akkor azt keresi, hogy van egy vagy több nagy betű, és utána hashmark csak betűket fogadunk el, tehát magát ezt a szöveget keresi az inputban, ami nincs benne. Jó, tehát hogyha ezt a flaget megadjuk, akkor ezzel engedélyezzük a reguláris kifejezésnek a stringjén belül
a kommenteket, a megjegyzéseket. Jó, tehát ez jól jöhet. Vagy ezt inkább úgy tudom elképzelni, hogy esetleg találkoztok egy bonyolultabb kifejezéssel valami régebbi kódban, és akkor ott van egy ilyen hashmarkos rész, akkor jó, hogyha tudjátok, hogy ez a comments flag, hogyha be van kapcsolva, akkor az ezutáni részt azt nem értelmezi. Jó, erről többet nem is érdemes talán beszélni. Még talán annyit, hogyha nem adom meg második paraméterként itt a compile-nak, akkor ez is bekapcsolható így, hogy a reguláris kifejezés elején kerekzárójelek között kérdőjel x-et írunk. Jó, ezzel ugyanúgy be lehet kapcsolni, és akkor a hashmark utáni rész kommentnek veszi. Jó, tehát ez is bekapcsolható egy ilyen, ez a flag a reguláris kifejezésen belül. Jó, nézzük a következőt, az izgalmasabb lesz ennél. Ezt úgy hívják a következőt, hogy .all. Dot, mint pont, az all az pedig azt jelenti, hogy ugye az összes. Erről azt kell tudni, hogy van ugye a pont, és a reguláris kifejezésen belül a pont az ugye azt jelenti, hogy egy akármilyen karakter. Tehát legalábbis eddig mindig így beszéltünk erről, de amikor ugye egy reguláris kifejezést értelmez, ez a Java-ban lévő reguláris kifejezés motor, akkor igazából azért nem az összes karaktert nézi. Megpróbálok erre egy példát kitalálni. Tehát, hogyha van egy olyan bemenetem, hogy Zoli elment gyalogolni, mondjuk ez az első része, utána van egy sortörés, és utána az alma leesett a fáról. Jó, tehát a backslash n az a sortörés, tehát lényegében ez egy kétsoros szöveg, és azt szeretném, hogy olyan mintázatot keresek, aminél az elején azt mondom, hogy mondjuk nagybetűből van egy vagy több. Egy vagy több nagybetűt követ nulla vagy több egyéb karakter, és utána benne van az a rész, hogy fáról. Tehát ez a rész itt megtalálható. És hogyha ezt lefuttatom, akkor ugye azt írja, hogy a találatok száma nulla. Vagyis ennek a reguláris kifejezésnek megfelelő részt nem talál az inputban. Pedig igazából itt van, mert ugye itt van egy vagy több, igazából egy darab nagybetű, utána van nulla vagy több akármilyen karakter, ez a rész, amit kijelöltem, ugye ez ennek felel meg, kéne, hogy megfeleljen, és utána szerepel az, hogy fáról, ami szintén itt van. És mégis azt írja, hogy a találatok száma nulla. És hogyha most ezt úgy futtatom, hogy ezt a .all üzemmódot, ezt a flaget bekapcsolom, akkor azt írja már, hogy a találatok száma 1. Tehát így már megtalálja benne ezt a mintázatot. Szerintem a trükközésem az, sejtitek, hogy mi lehet itt a cselebben. És igazából az, hogy beleraktam ezt a sortörést, igazából ez az, ami különbséget tesz az eddigi feladatok meg most e között. Ugye a valóságban az input string az tartalmazhat igazából sortöréseket. Ez teljesen természetes dolog. De a reguláris kifejezéseknél, hogyha nincsen megadva ez a .all, igazából, hogyha csak így simán lefuttatjuk, akkor alapértelmezés szerint ő a sor vége karaktert azt egy fontos jelölésnek veszi, és ő igazából odáig vizsgálódik a pont esetén. Tehát a pont, az bár azt mondtam eddig mindig, hogy ez egy akármilyen karakter, de csak a sor végéig. Tehát a sor vége karakter az már nem számít bele a pontba. Tehát a pont által leírt karakterosztálynak nem része az új sor karakter. Ha viszont bekapcsolom ezt a .all üzemmódot, akkor ahogy mondja is igazából a neve, hogy a .all, most a pont az már mindent jelent, tényleg. Tehát még az új sor karaktert is jelenti.
és ez a különbség. Tehát, hogyha többszörös a bemenetünk, akkor fontos tudnunk erről, hogyha mintát akarunk illeszteni, akkor számunkra a sortöréseket azt figyelembe akarjuk venni, vagy nem. És hogyha így adott oll fölé például idehozzuk a kurzort, egérkurzort, akkor itt le is van röviden írva, hogy mit csinál ez. És itt, ahogy láthatjátok is, ezt is be lehet kapcsolni úgy, hogy nem úgy, hogy a compile-nak második paraméterként megadjuk flagként, hanem megint az egész reguláris kifejezés stringjének az elejére kérdőjel s-et írunk. Persze itt felvetődik, hogy miért éppen s. Tehát olyannak mi köze van ahhoz, hogy .all, ugye nem is szerepel benne ez. De itt választ kapunk igazából rá, hogyha elolvassuk ezt a javadokot, amit a .all-hoz írtak. Méghozzá az a magyarázat, hogy az s az egy mnemonik a single line módra, mert Perlben így hívták, és ugye a Perlben lévő reguláris kifejezés dialektust örökölte meg a Java is. Tehát ott single line módnak hívták, vagyis hogy egy soros változat. Itt viszont a Java-ban ez .all-nak átnevezték. De igazából ugyanarról van szó, hogy a sorvége karakterek azok beleszámítsanak-e a dotba, a pontba. Jó, tehát ezt a kérdőjel s-sel lehet bekapcsolni, hogy ezt kerekzárójába odaírjuk a reguláris kifejezés elejére. Oké, nézzük a következőt. A következő flag az a literál. Na, mi lehet az a literál? Ugye itt van mondjuk ez a szövegem továbbra is, és akkor a reguláris kifejezés az legyen az, hogy... ez egy kicsit trükkös lehet. Mondjuk az almát, az belerakom. Vagy az alma elé, de berakok egy ilyen szögletes zárójelet, ami tartalmaz egy... Vagy sőt, az részt, azt szögletes zárójelbe rakom. Jó? És most nincs benne mondjuk új sor karaktersa. Jó? Tehát így néz ki, hogy az inputunk, hogy Zoli elment gyalogolni, pont, szó köz, szögletes zárójelben az alma leesett a fáról, pont. Mondjuk ez az input stringünk. És akkor tudok olyat csinálni, hogy azt mondom, hogy az. Mondjuk ezt írom a reguláris kifejezésbe. De ugye erről tanultunk korábban, hogyha a szögletes zárójel, az ugye a karakterosztályt jelenti. Ennek speciális jelentése van a reguláris kifejezés motor számára a szögletes zárójelnek, mert amit szögletes zárójelen belülre írunk, az ugye az or karakterosztály, tehát a felsorolt karakterek közül az egyik, tehát valamelyiket jelenti. Tehát vagy egy nagy A betű, vagy egy kis Z betűt jelent. És hogyha így lefuttatom, akkor ugye találatok száma 2, azt mondja. És ez azért van, mert ugye a find-dal megyünk végig, és akkor keresünk nagy A betűt, vagy kis Z betűt. És itt találunk egy nagy A betűt, úgyhogy ezt találja meg elsőként, itt találunk egy nagy Z betűt, ezt találja meg másodikként, és több nagy A betű, meg kis Z betű nincs benne. De ha mondjuk ide a végére írnék mondjuk két Z betűt, akkor még azokat is megtalálná, és akkor ugye 4 találatunk van. Annyi lenne. Így viszont 2 van. De én igazából, mi van akkor, ha arra akarok rákeresni konkrétan, hogy az nagy A-val, kis Z-vel és szögletes zárójelekre? Tehát pont így ezt a 4 karakterre szeretnék rákeresni, amit most itt látunk, amit kijelöltem. Na és erre jó ez a literál üzemmód, ez a literál flag. Meg is mutatom, hogyha ezt megadjuk a compile metódusnak második paraméterként, hogy literál, akkor ugye szó szerint veszi igazából a reguláris kifejezést, és akkor azt írja, hogy a találatok száma 1. Ugyanis egyetlen egyszer találja meg azt, hogy szögletes zárójelben nagy A kis Z, mégpedig itt. Tehát ezt jelenti a literál, hogy szó szerint veszi a reguláris kifejezést, a metakaraktereket is normál karakternek veszi, és így nem is kellett eszképelnünk, mert ugye amúgy eszképelni kéne, mint ahogy korábban láttuk, hogy ilyen backslash-t kell írni, meg sőt, két backslash-t. Így viszont nem, tehát így egy-egybe úgy értelmezi, ahogy le van írva. Jó, tehát a literál üzemmódnak ez a lényege. És erre nincsen ilyen embedded flag. Jó, tehát itt ennek nincs olyan üzemmódja, hogy itt a reguláris kifejezés elejére odaírok valamit kerek zárójelbe, kérdőjellel kezdve.
Jó, ezt csak úgy lehet bekapcsolni, hogyha a compile metódusnak a második paramétereként átadjuk ezt, hogy literál. Oké. És van még egy utolsó flag, amit szeretnék megmutatni nektek, ez pedig nem más, mint a multiline. Multiline, ugye ez azt jelenti, hogy ugye több sor, ugye a multi az a több, a line az a sor, tehát itt visszaírom a példámat olyanra, hogy több sor legyen benne. És ez lesz a bemeneti stringünk, hogy Zoli elment gyalogolni, sortörés, és az alma leesett a fáról, pont. Sőt, de felkiáltó jelet írok mondjuk, jó? És akkor ugye a multiline-t szeretnénk kipróbálni, hogy mi az a multiline, és mondjuk az lesz a reguláris kifejezésünk, hogy ugye van ez a kalapszimbólum, ugye az a horgony, ami a stringnek az elejét jelenti. Sőt, igazából lehet, hogy dollárral mutatom meg. Igen, tehát van a dollár, ami az egész input stringnek a végét jelenti. Tehát, hogyha azt írom, hogy dollár, ez ugye a input stringnek a vége, és rakok elé egy felkiáltójelet, ez azt jelenti, hogy felkiáltójelre végződik az input stringünk. És hogyha ezt lefuttatom, igen, sőt, egy kicsit módosítok még, Zoli elment gyalogolni. Zoli, menj el gyalogolni. Alma, es le a fáról. Jó, tehát két mondatom van. Az első mondatom az az, hogy Zoli, menj el gyalogolni. Utána, az első mondat után van egy sortörés, és a második mondatom az pedig az, hogy alma, es le a fáról. És hogyha ezt lefuttatom úgy, hogy nincsen megadva ez a multiline flag, hanem csak úgy, ahogy ugye eddig is néztük a kódokat, hogy simán a compile-lal lefordítjuk ezt a reguláris kifejezést, hogy felkiáltójel dollár, ami ugye azt jelenti, hogy felkiáltójel van a legvégén a stringnek, akkor azt mondja, hogy a találatok száma 1. Ugye megtalálja az egész input stringnek a végén a felkiáltójelet, és azt mondja, hogy ebből egy van. Az egész stringnek a vége, ez itt tényleg felkiáltójelre végződik. Úgyhogy megszámolja, és összesen egyszer illeszkedik rá. És hogyha most kipróbáljuk azt, hogy bekapcsoljuk a multiline üzemmódot, a többsoros üzemmódot, akkor viszont fontos szerepe lesz a sortörésnek, ugyanis ezt is figyelembe fogja venni. És ha így lefuttatom, akkor azt írja, hogy a találatok száma 2. Ugyanis ilyenkor ez nem az egész input stringnek a végét jelenti, hanem igazából a sor vége is az inputnak a végét jelenti egy ilyen keresésnél. Tehát igazából sorról sorra nézi az inputot, így is mondható, és a dollár az itt azt jelenti, hogy a sor végén van. Tehát így most már azt jelenti, hogy az adott sor az felkiáltójelre végződik-e. És az első sor is felkiáltójelre végződik, meg a második is, tehát ez a felkiáltójel is illeszkedik a reguláris kifejezésre, meg a másik is, ezért lesz a találatok száma 2. Jó, tehát ha olyan input stringünk van, ami több sorból áll, és mi sor végeken szeretnénk vizsgálódni, akkor ezt a multiline üzemmódot be tudjuk kapcsolni ilyen formán, hogy ezt a pattern multiline flaget átadjuk a compile-nak második paraméterként. Jó. Illetve még annyi, hogy ha nem így szeretnénk, akkor ezt is bekapcsolhatjuk úgy, hogy van ez az embedded kód. A reguláris kifejezés elején kerekzárójelbe írhatjuk azt, hogy kérdőjel kisem, és ezzel is igazából ezt bekapcsoljuk, tehát így a találatok száma 2, ha ez nincs itt, akkor találatok száma 1. Jó, tehát ennek is van egy ilyen embedded kód változata. Jó, ennyit szerettem volna ma. Szerintem érdemes ezekről a flagekről tudni. Van még továbbiak is, ezeket tartottam a legfontosabbaknak. Nézzétek meg nyugodtan a többit is, amit a pattern osztályon belül találtok. Picit mélyebb témákat érintenek azok, úgyhogy azokban nem akartam most belemenni. Talán ezek a leghasznosabbak, amikkel így találkozhatok is jó eséllyel a gyakorlatban. Ezt az ötöt viszont szerintem érdemes ismerni, illetve tudjátok használni, hogyha emlékeztek arra, hogy erre van lehetőség. Nem kell persze fejből emlékezni erre,
csak annyira, hogy lehet bizonyos flageket megadni, ami módosítja a reguláris kifejezésnek a viselkedését. Ennyit érdemes megjegyezni. Az, hogy pontosan melyik hogy, azt el lehet olvasni igazából a Java doc commentben. Tehát fejből ezeket, az, hogy melyiknek mi a kódja, meg stb. Ezt nem kell megjegyezni. Ezért van az ide, ugye, hogyha itt igazából arra emlékszünk, hogy lehet második paraméterként megadni ilyen flageket, akkor beírjuk azt, hogy pattern, pont, control space, és akkor itt láthatjuk az összes többit is. Jó, tehát így lehet ezeket megadni. Jó, házi feladaton gondolkozom, hogy tudok-e esetleg adni ezzel kapcsolatban házit. Talán megpróbálok egyet megfogalmazni. Tehát házi feladat, keres egy verset a neten, és másold be egy stringbe, és utána írj reguláris kifejezést, ami megszámolja, hogy hány olyan sort tartalmaz, ami nagybetűvel kezdődik, és írásjelre végződik. Tehát keress egy verset a neten, és másold be egy stringbe. Írj reguláris kifejezést, ami megszámolja, hogy hány olyan sort tartalmaz, ami nagybetűvel kezdődik, és írásjelre végződik. Jó, az írásjelek, az a... Írásjelek, hát azt úgy értem, hogy a pont, a kérdőjel és a felkiáltójel. Jó, tehát ez a három. Jó, tehát a vesző az most nem számít. Tehát ilyen mondatvége jeleket próbálunk megnézni, és ugye nagybetűvel kezdődik a sor, akkor ott ez egy mondatnak valószínűleg a kezdete. Picit ilyen légből kapott feladat, tudom, de igazából lényegében hasonlít ahhoz, ami kell egy üzleti alkalmazásnál is sokszor, hogy van valamilyen inputunk, ami eléggé változatos lehet, tehát majd látni fogjátok, hogy a versek azért elég sokféleképpen vannak struktúrálva, van, hogy sokszor kisbetűs, üres sorok vannak benne, van, hogy nagybetűvel kezdődik minden sor, stb. És ja, most tegyük fel, hogy ez a feladat. Jó, tehát ezt kérlek, oldjátok meg a következő héten, hét folyamán, és várom a megoldásaitokat. Küldjétek el szokásosan e-mailben, a videó alatti leírásban megtaláljátok az e-mail címemet, és szívesen véleményezem a megoldásokat, és adok róla visszajelzést. És jó tanulást kívánok nektek a továbbiakban is! És ezzel a mai rész végéhez értünk. Köszönöm szépen figyelmed! Mint mindig, most is várom észrevételeidet és kérdéseidet a mai résszel kapcsolatban is, a videó alatt komment formájában, vagy a Premiere vetítés alatt a chat ablakban. Ha tetszett ez a rész, akkor kérlek, oszd meg! Ne felejtsd el megnézni az előző heti részt sem, ahol szintén a reguláris kifejezésekről beszéltünk. Nézd meg ezeket a videókat is, és iratkozz fel csatornánkra, hogy még több programozással kapcsolatos tudásra tehess szert.